A Deák Média bemutatja. Sziasztok, üdvözlök mindenkit és szép jó reggelt kívánok! Itt vagyunk a budapesti nemzetközi repülőtéren, vagy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Deákosok, a párt tagjai most fognak elindulni Isztambulba. Kb. Olyan 20 perc múlva. There's a better life for me out there. Ladies and gentlemen, due to the new captain speaking, we just begin the descent for Istanbul and we are about to arrive Istanbul in half an hour. Hát akkor megjöttünk, landoltunk, itt vagyunk egy viszont, Angolország a szálláshoz visz minket. A repülőről egy buszra landoltunk. Szép kis néptárgyák lesz. Ja, na jó, szevasztok, gyere bejjebb légy szíves, kamerával, nagyon jó. Ez a hotel szobánk, hármunknak, Misának, nekem is. Ezt becsukjuk, ez gyors betekintés a gardróba. Hát néhány ing, ugye Erdogan bácsihoz fel kell ötözni, meg hát amúgy mindenhova. Cipők ilyenek még vannak, itt nem olyan lényeges. Jöjjünk tovább a szobához. Sajnos esik az eső, mert szar az időjárás, de a kedv az nem megy el. Nos, tükör igen, operatőről látható benne, integes, légy szíves, jó. Szevasztok, ma jól megyünk tovább. TV, pénz van, minibár. Na, és akkor jöjjünk be ide, várjál. Jó van, fürdőszoba öcsillagos módra. Tükör, amiben nyomjuk a filmesztelen szelfiket. Oda figyeljél, bekapcsolom. Ez nem. Ez. Itt jó, megvan. Jó, és itt tudom nyomni a patrásaimat úgy, hogy világít közben a pofámon. Azért, az nem luxi. Ott egy kis rozsdás víz. Jó van, szappan, minden jó van, oké. És akkor itt a fürdőszoba található. Nagyon kis cuki, mert ketten tudunk multifunkcionálisan a fürdőszobába tartózkodni. Valaki zuhanyzik, valaki kukkul. Valaki pedig a patnálásaik jövők közben fogott most. Ez a fiók nem nyílik. Van egy hajszárítónk, egy törcsink. Ez a fiók se nyílik, ez nyílik a hatból. Hát ebben meg semmi nincs. Nos, hát itt vagyunk. Megyünk egy kocsiba. Én nem ajánlom senkinek, tehát ha van az az álmotok, amikor bezárnak titeket a kocsiba, akkor az az. Hungarian is forbidden to. Only English and Turkish. Elég érdekes városrészen járkálunk. Ez a, úgy nevezik, hogy gettó. Ez még nem a legszebb része Isztambulnak. Fölöm most bemutatjuk. Hi to the all Hungarian friends of these guys. We are having a great time here. We are trying to, you know, communicate in English. It's hard actually, but we can do it. And we are having a good time here with talking about some media, some film, social media especially. That's
sem, nem érzik magukat üsnöknek, és nem azért, mert hogy több rendőr, mint ember. De nem azért, mert hogy, hanem mert olyan a hangulat, hogy nem tudom, nagyon feszült mindenki, meg lemaradunk, meg sietni kell. Közben meg szólt az ima a hangszóró. Olyan biztonsági átvilágításon vagyunk túl, hogy esküszöm. Belenéztek a táskánkba, kivették a kamerát, megmotoztak minket. Jó, hát ez is egy élmény, ez is egy hangulat, de ja. Az a másik, hogy a közlekedés az botrányos. Még mindig. Az... Oké, okay, ennyi. A mai nap voltunk az Hagia Szófiánál. Csodálatos, hatalmas építmény. De ezt látjátok is a videóban. Voltunk egy étteremben, ahol megismerkedtünk a török ételekkel és a török WC-vel. És most pedig jöjjön a Kabatas gimnázium. Átjöttünk egy diákszállóba, Csanakkaléba. Itt leszünk egy éjszakát. Voltunk a Rákóczi emlékházába, ahol száműzték. Nagyon szép hely. Az ember, aki fönn tartja meg ott a portás, az megtanult magyarul, és nagyon szépen elmondta magyarul a Rákóczi család történetét, hogy került oda. Felszálltunk a buszra, eljöttünk Csanakkaléba, és felszálltunk a kompra. Miután leszálltunk a kompról, sétáltunk egy kicsit Csanakkaléban, remélem jól mondom, és utána bementünk egy kis bazárba. Szóval itt vagyunk most a Török Nemzeti Parkban, és van egy 10 percünk körülbelül körülnézni, fotókat csinálni és vágón képezni, és ezután pedig hát nyilván megyünk is tovább, mert az idő szorít minket. Csináljunk ma ott egy képet. Csinálunk képet. Hogyha mennék a képemhez. Oké. Nos, hát itt vagyunk a buszon Ankara felé, pontosan 4:11 van, és délután 3-kor indultunk el Csanakkaléból, és éjfél után fogunk megérkezni Ankarába, úgyhogy aludjunk.
fél kettő van, nemrég érkeztünk meg a... Fűrésszel. Mibe? Ankorába. Szállában. És... Az Gergőnek. A bőröngyén lévő lapatnak a kulcsát eltüntette, vagy elhagyta, vagy valahogy találja. És így 20 percre próbálják az éjszaka közepén ezt a lapatot valahogy kioperálni, miközben törökül megy valami szar reklám, és ez az ankarai hotelszobánk, ahol látjuk egymást, hogy fürdünk, az a fürdőszoba. Igen, hogy széthagytad. Nem tudom, én ezt nem, én egész úton agyalnék, hogy szóval... Végül szétvágta egy késsel. Hallod, egész úton agyalnék hazafele, hogy hogy mondom a szülőknek, hogy miért kellett szétvágni. Az igazgatónak ma van a születésnapja, tehát készültünk neki egy kis aprósággal. El fogjuk énekelni neki a boldog szülinapoddal. Hey to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Igazgató! Happy birthday to you! Ez volt a Deák Média.